egy hasas vitorlán van, akkor nagy görbületekkel kell játszak, meg ki kell vennem a hasat, meg vissza tudom húzni. Egy lapos vitorlán van, akkor baromi egyenes árbocot kell csinálni, mert meggörbül, akkor még laposabb lesz. Tehát, ahogy mondtam, a vitorlákról később beszélünk, de már most muszáj vissza, hogy mi a cél. Tehát a vitorlám ismeretében próbálom beállítani. Kezdetben maradhatunk abban, hogy egy semleges szálingot állítok, tehát a száling nem tol, nem húz. Ez azt fogja jelenteni, amikor az árbolc elkezd görbülni, akkor már tartja az árbolcot, viszont nem engedi, hogy görbüljön, amíg kisebb a terhelés. Tehát eljutottam erre az állapotra, és akkor megvan egy semleges szálingom. Feltehetően alatta vagy fölötte fog az árbolc egy picit megbőrbülni. Nem feltétlen előre, az a tapasztalatom, minden alumínium csőnek van az egyik irányba egy hajlom. Hát nincs olyan alumínium cső mind a két irányba egyforma, hanem amikor elkezdem feszíteni, az mindig vagy balra, vagy jobbra fog egy picit elbőrbülni. Hát csak érdekesség csak két... Csak alumínium, vagy fánál is? Hát annál meg azt ad. A fa az nem ilyen lesz, az ilyen lesz. Jaj. Egy faárbócod, aztán végképp elkezd minden irányba összemenni, az egy sokkal nehezebb probléma. Érdekességként egyszer módon volt szóling árbócot válogatni Sajdukó mesterrel, ez egy olimpiai bajnok szólingos srác, orosz anyagvizsgáló mérnök, tehát még maga a dologhoz professzor volt. 50 árbócot próbált ki úgy, hogy két ponton így föltámasztotta, rátett ide 10 kilós, vagy nem is tudom mekkora vödröt, akkor azt mondta, hogy ezt lenyomjuk egy 20 centire, utána elengedte, stopper, és akkor mérte, hogy egy percen belül ez az árbocnak mekkora rugózása. Azt megmérte bal oldalt, jobb oldalt, előre, hátra. Ez a két napig csinálta a teljes legénység. Az összeset számozták, az összeset fölírták, és abból utána kiváltott kettőt. Hát az árboc kiválasztása az, hogy körülbelül mi a különbség, hogy veszek egy csövet és összeszerelem, vagy egy olimpiai bajnok, amikor elkezd egy gyári csövekből, eredeti Ebolt kanadai árbolt csövekből válogatni, ha megengedik neki, ott sem mindenkinek engedik meg. Tehát körülbelül ez a különbség, ilyen lényege van, hát ott sok minden kiderül, ilyenkor nem csak az aszimmetria, hanem ugye az a jó, amelyik minél tovább rezeg, tehát minél tovább tart a dinamikára. Tehát van egy görbe árbolt, szóval megkezdem, jövök lefele, és az egyre lejjebb induló, oldal merevítőkkel elkezdem ezt az árbocot kiegyenesíteni. Hát addig húzom az oldal merevítőket, amíg egyenesek, akkor leértem, ahol az az oldal merevítő az egyen lejjebb, hát ugye egy 15-ös, 25-ösnél csak két alsó vonni van, az egy picit nagyobb fajoknál általában van egy felső, és az alatt is indul még legalább egy vonni pár. Tehát a lehetőséget mérte elkezdem kiegyenesíteni. Amit el kell érjek, ugye, hogyha két alsó vonni van, az előre tartó, az fog feszülni. Azzal egyenesítem ki az árbóc alját, és lehetőleg úgy, hogy nem görvítem meg. Az a vannim, amelyik hátrafele tart, az esetek többségében csak majdnem, hogy kézzel meghúzva lesz jó. Ha azt túl megfeszítem, akkor az árbócomnak elveszem azt a dinamikáját, hogy a száling alatti részen hajolni tudjon, és ha nem tud hajolni, akkor a vitorlát nem tudja állítani, akkor a vitorla hasát kivenni belőle. Tehát a hátra alsó vantni közül, amelyik hátra van bekötve, az bizony nem állíthatom túl feszesre, csak olyan kézzel meghúzva, hogy egy picit engedje előre a árbócot, de oldal irányban ne engedje elgörbülni. Tehát föntről lefelé feszítem meg az egész rendszert, és utána az alsókra szépen kiegyengetem. Kapok egy alaphelyzetet. Mindezt egy laza akter sztárgyal. Egy laza akter. Tehát az akterre semmit nem húzok. Most jön az egésznek a kontrollja, jó erősen megtépem az aktersztágot, megörvítem az árbolcot, és újból belenézek a nútba, és majdnem biztos, hogy görbe lesz. És akkor megint ki kell finomítani kell. Tehát így tudom az árbolcnak a feszességét beállítani, hogy a fölsőket megfeszítem, és jövök lefele, és a legvégén még az aktersztágra is ráfeszítek. Mert az árbolc tényleg elég puha, és elég úgy érzem, hogy ez azért nekem okozhat gondot, akkor egy nagyon fontos dolog rögtön, hogy ez aktersztág már, ha van egy magasan bekötött génuám, vagy spinakkerem, vagy lícserem, ami az árbóz tetejére jön, akkor az aktersztágnak a állítójára, a kötelére, a csigasorra, a stopperre valahova egy olyan
csomót kell tegyek, amire látom, hogy annál előrébb már ne menjen az árbóc. Tehát határolnom kell, hogy amikor valaki fogja és HC-be ráenged az aktérre, ne tudja túlengedni, mert ha kiszalad az egész, akkor így lekonyítja az árbóc végét, mert ez elég erős előfeszítésről beszélünk. Bocs, egy technikai kérdés. Elevesztem aktérrel, elkezdtem nézni az árbócomat. Tök szépen be van állítva. Elkezdtek ráhúzni. Elkezd valahogy elvászni a rendszerbe. Kiengedem az aktert, elkezdem tekergetni. Nem ott... engedem ki. Nem? Meg behúzott akterrel javítom. Behúzott akterrel javítom. Az a lényeg. Jó. Létrejött egy valamilyen feszesség, van egy ölésszögem. Innen lépünk tovább. Ahogy mondtam, egy rettenetesen fontos és állandóan kezelhető része az egész rendszernek az az aktersztág, amivel az árbocot gördíteni tudom és egyenesíteni. Ezért erre különböző jeleket kell, hogy tegyek. Általában mindenre jeleket kell tegyek, tehát mindent be kell jelöljek, hogy az hol áll és miért ott áll. Tehát az első, hogy már említettem, hogy az akternál még a parton kell egy olyan jel, onnan nem szeretném, hogyha előrébb menne az árboc, ha itt húzza egy óriási top génua, vagy egy óriási spinaker a topon, az nehogy véletlen elvigye a tetejét, tehát praktikus akkor rögtön ott valamilyen módon azt határolni. Csomóval, kötéllel, nem jellel azt határolni, hogy azonnal, ha kikapom, tehát annak az is az előnye, lehetek HC-ben, nem kell gondolkodnom. Kiveszem, ameddig kimegy, az a biztos jó helyen van. És ha soha nem mehet előrébb, hát nagyon pici szélben mehetne előrébb, akkor megkockáztatom, hogy letöröm az árbócom tetejét vagy sem, de erős szélben biztos, hogy nem. És utána különböző jeleket is tehetek az akterbe, mert ugye a vitorlaszabba is majd a vitorlámat úgy kellene, hogy elkészítse, hogy meghúztam az aktert, és van egy görbületem az árbócba, és ő elkezdi ezeket a görbületeket mérni. És én is így fogom beállítani magamnak, hogy meghúzom és megnézem, hogy mikor egyenes, meghúzom, hogy mikor van benne egy kis ír, és meghúzom azt is, hogy hol az a határ, ameddig görbül, és mikor van az, amikor hiába húzom, már csak a végét akarom elhajlítani, akkor már ne húzzam tovább, mert végén el is lehet hajlítani az árbóc tetejét egy jó csigasorral, tehát azért csak módjával az erőkkel. Tehát meghúzom, hogy mi az a maximum, és ezt mind bejelölöm magamnak. Ezt bejelölöm itt az aktersztágnak a kötelén, hogy hol vannak különböző jeleket teszek, hol a vége, hol a közepe, hol a megfeszítésnek a határa, ezt mind végig tudom jelölni, és már is van egy állításom, és ehhez fogom tudni majd a vitorlámat állítani. Kérdés ezzel kapcsolatban, átmenjünk a vitorlára. Hú, azt nem hoztam el nagy hiba, hát van egy van mérő. Hát igen. Parancsot? Hát ajánlott, igen. Most azért én erre azt mondom itt, hogy most a kikötőbe kellene venni egyet, és azt itt mindenki tudna használni, teljesen fölösleges. A versenyzőnek sajátja van, és azt ki nem adja a kezébe semmi pénzért, tehát az kölcsön, tehát olyan az olyan vanni mérőt, svertet kölcsön kérni, az nagyobb bűn, mint fogkefét, tehát olyan ilyet nem adnak kölcsön. Tehát és versenyzőtől ne akard elkérni, mert az nem adja oda. Én a svertet kapcsolatban kérdeztem formát, hogy a meglátása szerint a de melyik legyen a biztos, hogy nem tudom megmondani. Hogy mi az ideális, nem tudom megmondani. Hát a tegnap elhangzott, minél keskenyebb, minél hosszabb lenne az ideális, de ugye a hajóban a svertkaszni helyzete meghatároz egy méretet, de vissza fogunk még térni a svertre a kormányra. Nekem ott az ötlet, onnan gondoltam rá, amikor mondtad, hogy átrajzolod, hogy akkor mit rajzolunk, tehát miért? Svertet kormányot is ugyanúgy be kell jelölgetni, mindjárt onnan indulunk fölfele a különböző állításokra és a vitorla állításokról fogunk beszélni. Csak gondoltam az árbóc állítása kapcsolatban kinek van még esetleg kérdése. Jó, ha éppen későbbi teszében majd fölteszi, elindulunk alulról fölfele, miket használunk és miket tudunk állítani még. Ugye van egy fix beállításunk, feszesek a vanniaink, az árbócunknak van egy alap, dőlése. A vandi feszesség az meghatároz valamennyire egy első év feszességet is, de hogy ez rettenetes fontos lesz nekem a kországban és a fokom első évének feszessége, ezt határozom, hogy mennyire fogok tudni jól rejtszolni. Ezt egyébként ugyanúgy befolyásolja az akter is, és ugye nézegettem ugye sok szakkönyvet, és egyik sem említi, pedig 1000%-ig meg vagyok a győződve, hogy döntően befolyásolja majd a grossot is.
az első feszessége. Tehát, hogy milyen feszes grosszal tudsz menni, és a grossotot hogy kezeled. Nagyon fontos lesz, mert ugyanúgy húzza az egész rendszert, és az elsőt is veszik. Tehát ezek az alapok, ezeket menet közben csak az aktert tudom állítani, a feszességet nem. Még egy dolgot el kell mondani, és ezt sok helyen említik, és tapasztalatból, ha valaki netán csillagkajozott, sztározott, akkor biztos látta, vagy ha majd látja, akkor visszaköszön neki, hogy ennek a teljes ellenkezőjét is használják, amikor minden terengedik. Lógnak a vantnik, lógnak a vitorlák, és úgy megy. Most csillagkajóban nagyon látványos, mert ez tele van mindenféle backstage, és akkor csörög az egész hajó, ezt nagyon pici szélben, nagy hullámokon használják, és rendkívül hatékű. Az egész így el van engedve, mint a minden lógna és minden elszakadt volna, és így zörög csörög az a nagy sztár, ugye az óriási vitorla, kicsi hajó, és bizony az a nagyon laza rendszer, az abban a nagyon pici hullámos szélben nagyon hatékű. Tehát amikor ilyen nagyon dög hullámos, ami Balatonban nagyon nem jellemző, mert itt az a hullámzás pár óra alatt elhalt, 2-3 óra alatt, vagy a tengeren, ahol akár napokig kitart a szélhez képest sokkal nagyobb hullámzás, ott egy egészen laza, lógó, majdnem lógó rendszer is lehet nagyon hatékony. De az egy ilyen speciális, különleges helyzet, tehát ilyen dög hullámos kis szélben ez működik. Na más, hogy a szabad eltérni a jólékon kívül, meg a sztára ezt megtetted, Szolingón, ahol lehetőséged van, hogy vinni ezt az árbocot, ugye, mert a forstágot is fogbetetést tudod lóval állítani. Mennyit mozgok hátszél és rejsz között? Óriási szerinted. Rettenetesen sokat. Edzőként dolgoztam Szolinga 6 évig, tehát most speciál hozzá tudok szólni, rettenetesen sokat. Tehát ahogy elhagyjuk a kis szelet, onnantól kezdve, hogy a szólingot a grossrotot összesottolják, és a gross nyitottságához állítják az árbolcot, csak hogy mindenki érts, és akkor nem sokáig fogunk ezen fönnökadni, csak... Tehát itt a grossrot eléri a deket a szólingba, egy kicsit így lefele megy, és az forstágot, a foknak a drótját, azt úgy állítják, hogy ezzel állítják tulajdonképpen a gross feszességét. Ha nyitottabbat akarnak, akkor döntik az árbolcot a for, és abban a pillanatban, hogy leáll a szél, abban a pillanatban ez megváltozik, és hát hátszélben, rambban ilyen előre dőlő szóling árbocokat látni. Tehát az nagyon gyűlöm, nagyon sokat. Annak az alanyaga. Tehát ott folyamatosan a forsztágot állítani kell a szélhez, de az állítok, nem a sottal, hanem a forsztággal. A finomat, a hullámok, fogköket, meg az akterrel. Jó. Svert. Mondtam, hogy mindent jelölöm, tehát a svertet is valamilyen módon be kell jelölnöm, a svertet is kell állítanom, mert egyáltalán nem biztos, hogy ahogy beraktam a hajóba, azt mindig teljesen le kell engednem, egyáltalán nem biztos, annak lehetnek különböző állítási lehetőségei, óriási a szórás. Ugye hát, még ez az egy forgáspont is, ami itt megadatik a svertnek, hogy ezen billented, ez is nagyon sokat jelent. Hát most képzeljétek el, Repo Landiból mindent állítasz, tehát 34 állítási pont van a hajón, a svertet előre-hátra is tudod csúsztatni egy sinel, tehát nagyon sok mindent megváltoztat. Itt csak egy forgáspontod van, de ez is a súlypontot döntően befolyásolja. A svertet állíthatod egészen függőlegesig, sőt, nagyon, most magyar egy érdekes dolog, hogyha egy siklóhajóról beszélünk nagyon erős szélben, még állítják előre is, hogy előre áll. Ennél a túrahajóknál, amiről most mi beszélünk, ennél az a szerintem, ami igazán a maximum, hogy a hajó normál helyzeténél beállítod az első élét egy függőlegesre, utána kell keresned egy olyan pontot, ami erőszélben mindenképp ugye praktikus a sverten felhúzni, ugye az árbóc is dől hátra, jön hátra a súlypont, hátrébb kell hozni valahogy a hajó súlypontját is, mert rettenetes lúgérig lesz a hajó. A svertet praktikus azért is felhúzni, mert kisebb lesz a támasz a hajónak, ezért jobban vezethetővé válik. Mert felhúzol a svertből egy kicsit, akkor eltűnik valamennyi a hajó, a kisebb a felülete, kevésbé pöfögni, kevésbé támaszkodik a hajó, megengedi a hajót egy picit oldal csúszni, ebből viszont sebességet lehet nyerni. Tehát nem feltétlen kell nekem egy nagyon dőlő hajóval élesen mennem, mert sokkal rosszabb a hatékonyság, mint a fölhozom a svertet, és amikor picit hagyom, hogy a hajom a köfögbe kisebb svert miatt megcsúszon oldal, viszont az a sebességén fog átmenni az egész. Tehát ettől sokkal gyorsabb leszek. Ha meg túlra vitorlázom, akkor meg egészen
nyilvánvaló, hogy főhúzom a sövetet, sok